André Piszcsikov, Ukrajna egyik leghíresebb vadászpilótája, aki a Kiev feletti teljesítményeivel szerzett hírnevet, illetve két másik repülős vesztette életét egy légibalesetben, írja a BBC. Az ukrán hadsereg pótolhatatlan veszteségnek nevezte Pirscsikov hadálát, nagy tudású és hatalmas tehetségű pilótának titulálva őt. Pénteken Zsitomír megyében érte baleset a pilótákat, amikor két L-39-es kiképzőgéppel repültek át Észak-Ukrajna felett. Egyelőre vizsgálják, mi okozhatta a balesetet. Volodymyr Zelenszky a pilóták haláláról azt mondta, országa soha nem fog elfelejteni senkit, aki megvédte Ukrajna szabad egét. Pirscsikov korábban a BBC-nek nyilatkozott arról, mekkora nyomás vadászpilótaként megállítani az Oroszország által kilőtt rakétákat és drónokat. A rakéták elfogásával életeket mentesz a földön, a városban. Ha erre nem vagy képes, akkor valaki meghal. Valaki perceken belül meghal, és te ezt nem akadályoztad meg, emelte ki korábbi interjújában Pirscsikov.